A perna házas pár különbözik az átlagtól, mert 6 gyerekük van. Már a házasságkötés előtt tudták, hogy a gyerekvállalás hosszú távú elkötelezettséget jelent, de mégsem bátortalanodtak el. Nagy családot szerettünk volna, és én ezt már úgy belekalkuláltam, hogy bizony, hogy valószínűleg sok mindenről le kell mondjak, amit ugye eddig szerettem csinálni. A családalapításhoz komoly anyagi eszközök szükségesek. A gyermeknevelésben ez szerintük mégsem a döntő tényező. Nagyon sok áldozatba kerül a gyerekvállalás, tehát ezt én nyíltan ki tudom mondani, tehát akár a szabadidő és egyéb programok, ugyanis hát a gyereknek is megvannak az ő igényei. A több generációs együttélés szinte megszűnt. A modern családban fontos, hogy az apa is egyaránt részt vegyen a gyermekgondozásban. Nagy szerencsém, hogy tehát megértő társam van, aki tényleg fölvállalja az ikreket is, tehát akár az ő bilisztetésüket, öltöztetésüket. Az én központú és az élvezetekre irányuló értékrend a társadalom előregedéséhez vezet, mert egyre kevesebb fiatal válik szülővé. A gyerekvállalás társadalmilag is a jövőbe való befektetést jelenti. Végeredményben mi az utókorra a gyerekeinket hagyjuk, akikből próbálunk becsületes embert nevelni, és azzal a szándékkal ugye ennek a társadalomnak ők is hasznára lesznek majd a maguk módján. A jól működő családban a gyerekek érett személyiségé válnak. A család közvetíti a kultúrát, a vallás és a társadalmi hagyományokat, és itt épül ki az identitástudat is.